És akkor most elutazunk egy kicsit Dél-Afrikába, vagyis hát Dél-Afrikát hozzuk inkább ide magunkhoz. Vendégünk Renkó Mátyás, aki 2 hónapot ugye cserediák program keretein belül Dél-Afrikában töltött, és szeptember végén voltál itt nálunk egy nagyon élménygazdag beszámolóval, és akkor megígérted, hogy elhozod a cserediákodat, és ez most meg is történt. Mikor érkezett? Mennyi időt töltött itt? Mikor megy vissza? Egyáltalán milyen érzés volt neki itt lenni? December elején érkezett hozzánk, és sajnos most szombaton fog hazautazni, úgyhogy az ő visszafogadása egy kicsit rövidebbre sikerült, mint amennyit én voltam náluk. Ez az ő oktatási rendszerüknek köszönhető, hogy az évvégi vizsgáig egy kicsit elhúzódtak, és hamarabb kell visszamennie. Amiket nekünk mondott, az alatt nagyon jól érezte magát. Viszonylag sok helyre elvittük őt, minden tőlünk telhetőt igyekeztünk megtenni, de akár személyesen tőle is megkérdezhetjük, hogy ő hogyan érezte magát. Akkor tegyük ezt meg. Igen, most segítesz nekünk egy kicsit tolmácsunk. Nem vagyunk angolból sajnos zsenik, úgyhogy akkor kérdezd meg, kérlek. Okay, so they ask you about how did you enjoy Hungary, or how do you still enjoy Hungary, what is your experiences, where have you been in this country? Okay, should I explain a lot? Are you going to translate? I'm going to translate it, so if it is possible, just keep some breaks. Okay, so I've enjoyed every single moment I've been in Hungary so far, from arrival to the first night, just walking freely out, like being able to go places, be free, and the freedom around Hungary, and then what a beautiful place it is. We went on the round in the city center, and I experienced like Nyíregyháza, the whole city, and how it was, and it was just wonderful, like the first day experience in Hungary. Milyen jó ezt hallani, igen, hogy valaki minden percét élvezte annak, hogy itt van Magyarországon, tényleg ugye elmondta, hogy a belvárosban sétált, és rengeteg programon vett részt, és ugye te, amikor itt voltál, akkor mondtad, hogy a hó az egy nagyon új dolog lesz Ruánnak. Igen. Na. So they asked you about how was the snow for you? What is your experiences with the snow? Okay, so it was my first time seeing snow ever in my life because it doesn't snow in Africa. but I absolutely loved it. It was something totally new to me, a new experience which I loved, and the skiing especially was one of the best parts of this exchange for me. Na, hát ez nagyon jó. Egyébként szerencsés volt, azt nem tudom, elmondtad-e neki, hogy szerencsés volt, hogy látott havat, mert az elmúlt években azért nem nagyon volt nálunk hó, de hát ugye ezt is elmondta, hogy neki is ez volt az első hó, hogy igen, látott Afrikában. Afrikában nem szokott hó esni, igen, nagyon-nagyon ritka, hogyha egyszer-egyszer egy-egy hópehely véletlenül arra keveredik, de nagyon-nagyon jó látni egyébként az arcán, hogy mennyire nagy feltöltődés volt ez neki, és mennyire nagy élmény. Igen, és hoztatok nekünk ide az asztalra egy kis mézes kalácsot, ezt igen, készítettétek? Igen, karácsony előtt az egyik barátommal gondoltunk egyet, pontosabban az ő ötlete volt, hogy milyen jó lenne mézes kalácsot sütni, és nagyon élveztük mindannyian a kis üdögetést, mindenkinek meg volt a saját munkafázisa, úgy dolgoztunk, mint egy manufaktúra, valaki a tésztát gyúrta, valaki szaggatta, valaki pedig a tepsibe tette őket. És mit szólt Ruán, amikor megtudta, hogy ez egy ilyen tradicionális magyar étel, és neki most ezt meg kell sütni, és meg is kell kóstolni? What did you think when you got the chance to bake some gingerbreads, because for you it was totally different? I've baked like cookies and stuff before, but gingerbread, I've never baked gingerbread cookies, and they are absolutely amazing. They taste good, and just the fun around baking it, and the Christmas music in the background, and being busy, and all the making the shapes, and it was just a very great experience. Ugye itt említette a karácsonyi zenét, milyen zenéket játszottatok neki a háttérben? Magyar karácsonyi dalokat, vagy külföldit, vagy vegyesen? Leginkább azt mondanám, hogy vegyesen voltak. Van egy karácsonyi CD-nk, ilyen legalább 15 éves, és azt szoktuk hallgatni, mert azon a tipikus, tradicionális magyar karácsonyi zenék, német és esetleg néhány latin is előfordult, tehát abban
a mai 21. század amerikai zenéje nem nagyon érződik, és így vissza tudtunk menni a régebbi hagyományokhoz a zenében. Igen, hiszen ugye Ruhán arról mesélt, mert elég ő közben itt félig fordít csak, hogy neki nagyon nagy élmény volt az, hogy életében először süthetett mézes kalácsot, és mindezt nagyon hangulatossá tettétek számára, hiszen mindaközben, hogy dolgoztatok, karácsonyi zenéket hallgattatok mellé, és nagyon varázslatosra sikeredett az egész. És ugye kaptál egy Afrikában, egy dél-afrikai szakácskönyvet is, próbáltatok-e már belőle valamit főzni? Sajnos nem én kaptam, hanem az édesanyám, hiszen ő a háziasszony nálunk. Még nem próbáltunk meg belőle, mert Ruhán nagyon ragaszkodott ahhoz, hogy magyar ételeket kóstoljon meg, és így inkább egyel több magyar ételt, mint egyel kevesebb dél-afrikait. Hát ez érthető. Nagyon jó, hogyha már itt van. És ugye műsor előtt beszélgettünk, és mondtad, hogy azért néhány szót megtanult magyarul. Halljunk ebből néhányat. I told them before this interview that you can say some Hungarian words or some sentences, expressions. Please, could you tell them some of it? If the food was delicious, I would say "Köszönöm az étel, nagyon finom." And I know how to say "beautiful szép." And there's a lot of things like "szia," "jó reggelt," "jó napot," "szép napot." Just basic phrases, and the most the two most important ones was "Where's the bathroom?" and "Do you speak English?" Beszél angolul. So those are some of the more important. Hát nagyon jó látni az arcán, tehát tényleg látszik, hogy élvezte azt, hogy ő itt lehetett. Hát Mátyás, nagyon szépen köszönjük neked, hogy ismét eljöttél Ruhának a kíséretében. Hogyha a legközelebb lesz hasonló cserediák utad, akkor ismét várunk majd téged vissza.